137, igen 53, nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta. Kitört a taps a kormánypárti padcsorokban, amikor hétfőn elfogadták azt a törvényt, amely veszélyhelyzet idejére rendkívüli felhatalmazást ad a kormánynak. Kedden hatályba is lépett. A kormány azóta a rendeletekkel is irányíthatja az országot, a parlament nélkül a járvány végéig. Az első döntés az volt, hogy meghosszabbították a rendkívüli intézkedéseket, például a határok lezárását és a tömegrendezvények korlátozását. A miniszterelnök a Facebookon kritizálta az ellenzéket, amiért nem szavazta meg a törvényt. Léket kapott a védekezésünk hajója, ezt a léket ma sikerült befoltozni, és a hatályukat vesztett rendeleteket változatlan formában aláírtam, és ismét hatályba léptek, működnek, segítik a védekezésünket. Az uniós biztosok szerdán külön tárgyaltak a törvényről. Az Európai Bizottság szóvivője szerint meg fogják vizsgálni a jogszabályt, ahogy minden tagállam esetében elemzik a rendkívüli intézkedéseket. Az intézkedéseknek arra kell korlátozódniuk, ami elengedhetetlenül szükséges. Szigorúan arányosnak kell lenniük, nem tarthatnak az örökkévalóságig, a kormányoknak pedig lehetővé kell tenniük, hogy rendszeresen felülvizsgálják azokat, mondta. Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkára a Twitteren úgy reagált, egyetértenek az Európai Bizottsággal. Szerinte a rendkívüli intézkedések összhangban vannak az uniós joggal. Az intézkedéseket azonban többen kritizálták. A luxemburgi külügyminiszter azt javasolta, hogy a magyar kormány képviselői többet ne engedjék be az uniós tanácskozásokra. Azt mondta, idézem, nem fogadhatjuk el, hogy egy diktatórikus kormány működjön az Európai Unióban. A törvénymódosításról az amerikai elnökjelöltségét küzdő demokrata politikus Bernie Sanders is posztolt. Orbán Viktor fotója fölé azt írta, a tekintélyelvű vezetők arra szokták használni a válságokat, hogy korlátlan hatalmat szerezzenek. A Financial Times egy szerkesztőségi állásfoglalásban azt írta, hogy Magyarország már nem politikai versenyen alapuló demokrácia. A dán konzervatív néppárt kezdeményezte a Fidesz azonnali kizárását az Európai Néppártból. Donald Tusk, a pártcsalád elnöke egy beszélgetésben úgy fogalmazott, hogy aggódik Európa jövőjéért, mert néhány vezető nem úgy viselkedik, mint egy védőoltás, hanem mint egy vírus. Köztük Orbán Viktort is név szerint említette. A politikus egy levélben arra kérte az Európai Néppárt tagjait, hogy gondolják át a magyar kormánypárt tagságával kapcsolatos álláspontjukat, ha már nem a koronavírus elleni harc lesz a legfontosabb tennivaló.